Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Kecső Endre vagyok, festőművész, a Szolnoki Művésztelep lakója, és most itt állunk a Damjanich János Múzeum képtárában, számomra egyik legfontosabb kép mellett, ez nem más, mint Almanák Vilmos Proféta feje, ami egy rajz, hát egyébként vázlat, de önmagában is eléggé tartalmas műnek lehet tekinteni. Ami viszont fontos, az kapcsolódik ez a vázlatiságához, ugyanis ez egy nagyon fontos hagyományt, egy festészeti attitűdöt őriz meg számunkra, ez nem más, mint a murál festészet. Ez a kép is egy Szekkó festménynek a vázlata, bár önmagában is azért, hogyha megnézzük, egy nagyon jelentős rajzi kvalitással bíró műről van szó. Ami nagyon fontos ezzel a murállal kapcsolatban, hogy ez az elmúlt évtizedekben kezd egy kicsit eltűnni a kultúránkból, de még mindig meg lehet találni olyan pontokat, ahol ezekkel lehet találkozni, akár ebből a modern festészeti közegből is, így például a Jászszent Andrássy katolikus templomnak a freskója, amit szintén az Abbanovák készített, és egy elég fontos műnek gondolom én, nem csak magam számára, hanem egyáltalán a művészettörténet számára, és ez egy olyan régi vágyunk, hogy a falakat megtöltsük képekkel, ilyen módon festményekkel, hogy akár már nagyobb kultúrákban, hogyha visszaemlékezünk, akár a pompei kultúrában is egy elég jelentős hagyománnyal bírunk, és ezek az energiák valahogy mindig körbevettek minket, és hát a kép így rajzmű voltában is teljesen át tudja adni ennek az érzetnek az erejét.